üdvözlünk mindenkit, és mielőtt folytatnánk a kaladjainkat, szerintem egy kicsit most már öltöztessük át a favágó haverunkat. De szerintem még olyan nagyon drága ruhákat ne vegyünk neki, még épp hogy csak most kezdte el a bizniszt, még nem is igazi családtag, még nem katona. Egy szinten lépett feljebb a rangrétterán, egy szinten léptessük feljebb öltözködés terén is, azt mondom, hogy egy szint, nem kell nagyon ilyen hú, wow, de egy kis pincéres ing. Vájá. Preview item. Nem. Continue shopping. Ja, így mindenket egyenként külön meg kell izélned, nézned? Leisure. És akkor lehet preview-olni. Ez ilyen olcsó bizé öltöny. Ja, ilyen turis. Ez a double breasted coats, ezek a legdrágábbak. De majd azt majd később sportkabát. Hát legalábbis akkoriban, amit sportkabátnak hívtak. Hát nem valami sportos. Hát nem sokkal lazább, mint amiket ez amúgy voltak. Ez inkább valami általános iskolai portás. Igen, kicsit olyan. Dress shirts. Preview. Földhozzá egy nyakkendőt. Ami külön nem passzol semmilyen formában a ruhájához. Nem passzol, persze az inget mondjuk át tudjuk alakítani. De annyi, hogy konkrétan így letűrte az izét, az ingújakat, nem, nincsen fölcsavarva, meg fölvett egy nyakkendőt hozzá. És ez kerül 3000 dollárról. Pofátlanság. Ez tényleg az. Én tudom, mit nem értettem soha videójátékban? Legyen ez a leisure. Hogy miért nincs olyan választási lehetőség, hogy szarul van meg, szarul veszed fel a ruhákat, mit tudom én, kifordított ing, mit a összevisz a gombolva. Visszajövőbe kettőbe a Mártinak a gyereke? Körülbelül. Szerintem most már változtassunk azon az ingen. Jó. Mert most már azért mégiscsak... Kiüti a képen, jött ez a piros kockás valami. Az a csíkos, az. Mondjuk ne legyen csíkos, kicsit valami ilyen konszolidáltabb. Egy bilami biztos, hogy a nyakkendőnek pirosnak kell lennie. Ó, ott volt egy-két szép piros. Az jó. Az ilyen Donkey Kong féle piros. Csak ezért. Szerintem mi jók vagyunk, nem? Az inget nem tudjuk, az ing színe nekem az a vaj, az nem tetszik annyira. Nem. Hát a bordóval nem is nézett ki rosszul. Olyan fehér. És fekete nincs. De van a végén. De ez így, nem annyira. Kék? Az jó. Nekem az így, nekem ez így jó. Jó, és akkor mit tudom én a... Legyen rózsaszín, ja nem. Fura, hogy mennyire nem gondolkodtak akkor az emberek ilyen nagyon színesben, nem? Tehát, hogy minden ilyen barna, szürke, fekete volt. Pirosból átmentünk kékbe. Utolsó előtti az jó volt, ezt nézzük meg. Fú, mit van néző? Bohóc, bazd meg. Vagy nem is tudom, mint ilyen Family Frost-os árus, vagy én nem is értem. Még ez a szín, ez nem ez rossz. Ez így nem rossz ilyen. Kicsit ilyen villanyszerelő típusa van. Jó, mondjuk akkor viszont Daisy az ne kék legyen a mellé. Ez? Jó. Ez jó így. Na most mi a fasz? Ó, most kezdhetem előről. Ne basz föl. Jó, kék volt, igen, az simán ilyen nagyon vérvörös volt. A izé, nyakkendő. Na, ebből ezt mondtuk, hogy jó. Nyom tovább még? Szerintem ez lesz a... Nem, vagy ez? Szevez? Ez volt, ja. Igen, ez a vörös volt, igen. És tartott nyom, hogyha jó. Így? Így jó. Lehet, hogy nem pont, hogy... De nem, ez sem az. De pedig ott van, start done. De, várjál. Baszd meg!
X szabá... Ja, hogy X szabá... De várj, ez hülyeség. De ez preview, várjál. Oké. Okay. Akkor megcsinálom, a... megcsinálom újra. Most már... Ennyire nem felhasználó barát öltöztető rendszert még nem láttam videójátékban. Szerintem annyira nehéz öltözködni ebben a világban. És még drága is. Igen, szóval kitöröd az inget, és $3000 az meg. És ezt kihajtja be, és utána le kell vajon adóznod? Akkorban nagyon komolyan vették az ízlés maffiát, tudod, vagy az ízlésrendészet, bocsánat. Ennyi? Igen. Pedig ott a start done. Meg tudjuk venni? Hát meg kéne. Vagy ez lehet, hogy most miért vagyunk itt? Jó? Lehet, hogy bizonyos respect szint kell hozzá? De nem hiszem. Itt vagyunk, leszor. Bazd meg, most nézem csak. 37500. Aha, hogy ezért nem tudjuk meg. És ezen szarrágnak? De szerintem a PS2 verzióban olcsóbbak voltak a ruhák. Miki, többet kell rabolni. Valamit változtassunk rajta, valami nagyon minimálisat. Sima inget cseréljük le valami, de ne vagy a gatyát, vagy valami. Megnézzük mellény nélkül. Ja, nem? Az jó, igen. Aj, nem. Milyen izé. Ilyen 70-es évekbelibe be tudod öltöztetni. Mi? Ez úgy néz ki, mint olyan Monopoly-ból az izé, nem? Na, az öltözött így ilyen kis fehér. De jó, ez jó. Buy now. Igen, az oda. Vagy miért nem lehet, hogy buy later? Mikor jó, akkor az viszont a nadrágot azt változtatni kell. Az dress pants kell, hogy legyen. És akkor azt a szint kell kiválasztani, ami ehhez élik. Talán... Majdnem jó. Ez egyik se passzol hozzá teljesen. Teljesen nem, de talán még az van... Az valamennyire. Ja. Így már jók vagyunk. Na, a cipőt az egyáltalán fog látszani a karakteren, szóval szerintem az teljesen felesleges változtatni. Én mindig piros cipőt szoktam választani a karaktereimnek, hogyha van választási lehetőség. Az is szimbolizálva, hogy a vérben tocsogok. Akkor megveszünk. Zsíros. Nem is rossz. Kalap? Ahol nem ilyet? Nem ilyen... Taxis. Fedora. Tip Fedora. Így fekete ízében nem is rossz. Mert nincs is ilyen kékes? Hát úgy tűnik. Szarügy. Még ez? Még ez jó. Aha. Minden pénzüket elköltöttük ruhára. Remélem megérte. A család büszke lesz ránk. Igen, elmentem a változásokat. Nem hittem volna, hogy ez a cucc annyira drága, 37000. Az forintbát számol, hát az sok, plusz még az infláció azóta. Hát ez egy... Egy vagyom. Ez egy szó szerint egy vagyom. Ennyiből hallod, egy életre nem lesz gondod. Veszel egy házat, egy kocsit. Vagy azt a kabátot, amit szeretnél. Vagy másikat. Mi a terv ebben a felvételben? Hát... Minijáték, haladás a sztorival. Szerezni még izéket, boltokat. Haladni egy kicsit a missziókkal. Ha, alig maradt pénz. Igen. De egyik reggel felkelsz, tele vagy új ruhával, de pénzed már nincsen. Utána nézünk, hogy annyira nem is passzol a drága izéhez. Mindegy, most már jó az. Mindegy, jó lesz ez. Senkinek nem passzol, nézd meg. Fiábkorban mindenki szarul öltözködött. Főleg ez? Ja. Hol a baseball ütöm? Az miért repült?
És lehet így fenyíteni, meg pénzt kérni? A pénzt kérni nem lehet. De kár. És eltolod. Execute, az igen. És persze, hogy pont egy fekát kellett megölnöd, még egyáltalán nem vagy rasszista. Ez a mafiában is így volt Gáborral, aki az egyetlen egy civil embert eltalálta egy lövöldözés közben, aki pont feka volt. Azt néztem ki magamnak. Ja, most ilyen az GTA-ba átmentünk ilyen Rampage. Hey, csak engedj el, jó? És így dír rád ver róla kinyitően. Bizbőtőnek bármilyen végtelen izéje van? Eltörik egy idő után. Aha. Ja, a szépen ide spawnolt. Itt meg lehet valaki tölni. Várjál, hogy van? Objectives? Most töltél meg két embert. Vecmark és Celery. A hitlist. A... Ja, igen. Use hand-to-hand combat. Az itt is van ebben a sikátorban. Ez hogy lába lövöd kétszer és utána beleütsz egyet, az már nem ér, vagy? Nem, megverem azt az embert. Ülj de kemény valaki! Velem keménykedjél! Még elég sok HP-ja van. Az igen, milyen kombót rávertél. Lehet vele beszélni is. Talk? Jó, akkor mit csinál? Ha execute-olod, akkor az már nem ér ilyenkor, tehát mindenképpen így szét kell ütnöd. Elvileg az hand-to-hand combatnek számít. Na, ne kockáztassuk meg. Igen. Így, de rávertem ennyi. Megkaptok a bónuszt. Zsíros. Na, ez az igazi street fight, gyerekek. A család büszke ránk. Nézzük a másik viszont nem. Itt van egy kúnió bolt, ezt próbálj meg elvenni. Még a kúniók azok kemények. Akkor ne. Még egy ilyen kis fos bolt, már nézd meg, hogy mi van kint aztán. Egyelőre semmi. Ez is ilyen pékség lesz vajon? Elképzelhető. Hoppa. Mi az? Ilyen filmteket csak vannak elrejtve, oh, és azért kapsz XP-t. És itt ki is tudod most vásárolni? Aha. Az az a... És úgy, hogy ott vannak a többiek? Nézi, basszus. Na, szép fejes. Business takeover. Az nem. Ennyi lett volna itt a nagy védelem? Nem, szerintem nem. Robbansd fel a széfet. Először átkutatom a placot, mert a hivatalos részét a boltnak mi nem vettük át, csak az illegálisat. Lehet ez is olyan lesz, hogy meg kell csinálnod valamit a csajnak, hogy izé... Friss piték. De nagy a pofád. Ajaj. Na, most már folytathatjuk. Új, szegény. Ezt sose értettem akkor, hogy a pékségek miért voltak egyben kisközértek is, hogy torta mellett izét rút-kolbászt árusít, ez nem valami higiénikus basszus kulcs. Bejelviszem inkább ide, hogy ne érjenek el a kúniók. Baszba a sütőbe. Be tudnám, de akkor nincs pénz. Ja igen, de csak azért nem teszed meg. Na. Gyorsabban. Nem akarom, hogy hátba lőjenek. Gyerünk! Menj el 7:50-ig mondjuk. Na, 7:50-ig elmehetsz. Nagyon jó. Ah, még nagyon messze van a piros.
8.50. Na, keménykedünk. Tortát! De most. a kettő retorikailag nem függ össze. Vagy igen. Ja. Ja, mert akkor... Dolog. Igen. A... Nem. 70 a docsi. Ja, amúgy level up-oltunk egyet, ha szerintem az mi átöltöztünk. Aha. Ez XP-t ad. Akkor ezek szerintem minden reggel XP-t kapok. HP-t. Ja. Meneküljünk! Nem tudom mondani meg, hogy mit csinálják. Aj! Mondjuk kire jól nézett ki. Mi voltunk egy pilletre Cola Infamous-ban. Nekem is az ott egy picit eszembe. Aja. Kocsi! Ez para volt, Miki. Ezt meg kell hagyni. Sok golyót kibírtál, ezért ezt meg kell hagyni. Konkrétan beléd lőttek egy tárat gyakorlatilag. Casual kinyitottad az autót, hogy így. I don't give a fuck. Pepsi glass, Coca-Cola bottle, I don't give a damn. Csirog a telefon. Ja, azt hittem az enyém. Ne baszakodj a többiekkel. Social club. Mint Facebookban. Az akkori Facebook. Na jó, most csináljunk egy missziót. Hát, Miki. Az egész világ előtted hever. Igazából bármit csinálhatunk. Ez importer. Szerintem túlmentünk. Túlmentem. Igen, be kell fordulni majd balra és ott. Japp. Ki a franc lövöldözik? Mert ez nem a te helyed még. Nem engem lőttek. Ez akkor milyen be... Ez az én haverom. De most mi van? Na mindegy. Ott van a kranázzal, vele kell beszélni. Milyen kedves, ilyen bizonggerjesztő ember. Látszatát kelti külsőleg. Jó étvágya van, az biztos. Azt hiszem. Megéhezik, azért megeszi heves megyét, bazd meg. És mindenki ezt fogja mondani, hogy figyelj, a lopják kamiont, fasz a dolog, hidd el. Igen, Szan is ezt mondta az ugye. Igen. Ez az új rágózás. Ebben van a jövő. Igen. Adjuk a szervezett bűnözést. Teherautók. És gondolod, hogy egyik pillanatban a másikban mindenki elkezdene irgalmatlan mennyiségben kamion flopni. Ez tök jó, mert pont most tettünk el egy kúnió területet. De. Ó, egy kis tutoriál. Mindig öres, én nagyon rá. Bár ezt egyszer elmondtad nekünk. Igen, de most elmondja a játék is, ugye. Ja, meg hogy kik a köcsögök. Igen. Magyarul ők a leggyengébbek. Igen. Ez nagyon szépen körülírta a játék, hogy amúgy egy csicska. Csapat. Kemények, de... De amúgy nem. Elbízték. Oh, bitches. Nagyon rátkozott. Ők vannak New Jersey-ban a Stracci. Hú, ez a szép volt az autó. Az a frame rate, gyerekek. Jó, Hell's Kitchen.
Mindenki cigizik ebbe a kibaszott játékba? Mindenki. Azt tudod, hogy vágod, hogy akkoriban nem tudták, hogy ez veszélyes. Sőt. Sőt. Úgy voltak nekem, hogy ez egészséges. Ja. És itt van a Midtown, a izé, Barzinikkel, ők a abszolút überállás. Még. Még. Ők, akik megölték a fánkot? Igen. Hú, de meg fognak lakolni ezért. De alig szívta el azt a szivart, miért taposta el? Ez tök pozornás. Little. Ez egy Mortal Kombatos volt. Mozdulatokat. Na, ez az egy tutoriát nem nyomtam, mert ez jobban elmagyarázza, hogy kik vannak hol, meg igen, hol állnak a ranglétrán, mint én. Bár te is elmagyaráztad, úgyhogy. És mi kérten is akarnak velem beszélni? Mi van? Még tutoriál. Tök jó. És akkor a harmadik bandáról fog mondani valamit? Na, a pofád. Na. Ezt már szeretjük. Fú, milyen patkány feje van ennek. Hát ezt köszönjük, ezt a rengeteg... hasznos információt. Te megváltoztatta az életünket. Ja, most ugye a legutóbbi felvételben... ami nem volt. Majdnem megölték a Dont. Ja. És most kórházban van, viszont félünk, hogy a kórházban ki akarják nyírni, hogy oda megyünk megvédeni. És tényleg? És tényleg. Majd tényleg oda menjünk és nem akarják ölni. Ja, jó, oké, akkor mindkettőig. Igen. Jó, rendben. A kivégzésről teszem be, hogy állítólag rebesgetik, hogy újra lesz Mortal Kombat mozifilm. Hát ezt már rebesgetik egy év, ja, kettő éve. Az első Mortal Kombat film, és megint elkezdünk akkor random témákról beszélni, az szerintem legit nem volt rossz. Ez abszolút jó volt. Ja. A kettő az mondjuk már szar. Hát az. Úgy kezdődik, hogy Johnny Cage is meghal, az ugyan. Kb. Semmi értelme nem volt, hát, az ja, a hülye labdákkal, meg gurultak a föld alatt. Ja, tényleg. Szinte senki sem tért vissza az első filmből így színészek terén. De a Liu Kang, ja, meg a, aki a Kitánát játszotta, ők ketten tértek vissza. Mindenki más, nem akarok benne lenni a folytatásban, ha valahogy szedjék ki belőle, baznánk. Ja igen, apropó recast, ez most pont jól jött. Mert ugye tudod, Michael Corleone-t a filmekben Al Pacino játsza, de... mindenkit meg tudtak szerezni a játékhoz, kivéve Al Pacinót. Ő inkább mert... Adam Sandler filmekben ment haknizni. Nem, más gond volt. Pont akkoriban csinálta Vivaldi a sepélyes harcúból a játékot, a Scarface The Game, ami igazából egy folytatás, alternatív folytatása a filmnek, amiben a Tony Montana nem csak hogy nem hal meg, de visszaszerez mindent, szóval pont megerőszakol mindent, amiről a film szól, hogy a bűn nem kifizetődő, mert tök happy end lesz a vége. Te kinyírsz mindenkit és boldogan uralkodsz, úgyhogy a bűn kurvára kifizetődő a játékban. De mindegy, szóval mivel nekik volt csak joguk a Al Pacinohoz, ezért a keresztapa játékban rohadtul nem Al Pacinossal fog kinézni, meg hangzani a Michael, ami tök szar. Mert kb. Ő a legfontosabb karakter. De amúgy elvállalta volna? Szerintem biztos. Hakni. Jó pénz. Ja, pénzre simán. És azt hiszem, hogy az Overwatch-ban minden karakternek leszinkronizálták a hangját. Ugye van az angol, német, francia, orosz, lengyel, spanyol, latin spanyol, kínai, egyszerű kínai, japán és koreai. Ennyi nyelv van a játékban, és minden animációt lefordítanak, minden update-tel kapnak új hangokat a karakterek. Ajaj, és azokat... ajaj, történés van. Szóval így az iszonyat sok pénz meg munka lehet, hogy ennyi nyelven, ennyi szinkron színészt így kordában tarts, hogy nehogy azt mondja az egyik, hogy én már nem szinkronizálom többet ezt a karaktert, vagy valami.
Van pisztolyunk. Ja, már eddig nem volt. Bejáratnál elvették a fegyvereinket. Le tudod lőni a Dont? Nem. Na, ő akar lenni Michael. Még legalább valaki olyasmi valakit szereztek volna, aki legalább hasonlít Al Pacinóra. Ez nem az Al Pacino. Ez jaj. Konkrétan egy Al Pacino hasonlósági versenyen utolsó lenne. Hogy hívják azt a nagyon rossz zsidó rendezőt, aki a Best of Brigantic-ban is benne volt? Nem tudom. Ilyen színész és egy csomó Tarantinok nagy spanyol. És egy nagyon szar filmeket rendez. Fingom sincs. Várj, ezt megnézem, ez most már zavar. Ahogy téged minden zavar. Easily distracted. The Basement of Assassins. Ez mi már? Ez a kifejezés. Para? Nem. Van 8, nem, pontosabban 9 pisztoly történjen. Az meg sok is. Eli Roth amúgy, akire gondoltam. Tök jó. Most már ezt is megtudtuk. Itt megyek le. Várjál, szerintem vissza tudom szerezni fegyvereimet. Itt egy soci. Arany. Na, vedd fel a socit. Long barrel shotgun. I will follow. Fú, de régi az a szám már. Az fingon sem merre megyek, de itt van egy kis élet. Figyelj, mire megtalálom a pincét, addigra megtalálok mindent. Hogy rohadt rég csináltam már ezt. Itt van. Itt van a lefelé. The basement. Oh, damn. Azt megölted azt az embert, Miki. Meg hát. Exams. Itt vannak a dolgozatok. Nagyon szar helyre. Most már baseball ütőm is van. Shotgun execution. Az tényleg az volt. Nagyon szar helyre bult el, nagyon szar fegyverre. Szóval ugye a legjobb kombó. Az első bújt. Pazd meg! Akkor pisztoly, igen. Olyan? Persze! Elég jól tűri a... Másik, hogy megölted a társát. Ja, mi neki is csapódott az ember a rendülettől. Gondolom, hogy egy ráfröskült az agya, meg nem tudom, és így... Ez hova célzott az idióta vajon? Bírom ezt, hogy izé... Oj. Úgy, hú! Ez meg tud valamiket lepni, ha nagyon akar. Ez necces. Milyen fejet vágott. Kis élet. Bombok ott voltak. Kémcsövek meg mit... Ja. Átlopakodott a izé. Igen. És jön majd az a Scooby-Doo-s üldözős játszat, de vittük össze, szóval mentek az ajtókon. Ki most melyik ajtó ment be, vagy ki? Igen. És ez tényleg nem jön elő? Az nem, az bement oda. Ő kitartó lesz. Biztos? Még lőtt szíven is a szerencsétlenjét. Látom, erre külön grafikust alkalmaztak, hogy az üveg betörhessen. Az annyira meg volt csinálva. Ez lehetne egy punk rock együttesnek a zenekar neve is, nem? The Basement of Assassins. Csináld meg. Ha annyi együttesed lenne, mint amennyi együttes névötleted van. Fú. Nem bírnád a haknikat? Hát nem. Sőt. De hogy így fenyegeted? Jó leszel? Nem, de szemazd meg! Mered azt mondani, hogy nem? Ekkora sütje rákolt benne. És csaj elhajt a mentőkocsival? Ja. Laza. És meg kell találni Michael-t. És meg fogod találni Michael-t?
Michael. Ojjaj. Jujjuj, shit's going to happen. Most már nem csak basement of assassins van, hanem everything of assassins. Main floor of assassins. Igen. Opa, azt majdnem lelőttem Michael-t. Igen, shotgun, hogy brrrr. Gyere, bozd meg! Egy Verom Donkey Kong veszette el benne. Nagyon nagy izé kumpli óra van az embernek. Rendőrségi brutalitás, hova? Én viszont már megúszom. Én pofámat nem veri be senki. Így, kicsit elintézte Michael-t. Ja. Kb. Nincs eszméleténél az ember. Fú, de fenyít valaki, jaj. Jaj, de raj vagy. Igen. A bulibáróban. Most meglep mutatva a rendőrségnek. Igen.